Aktuális közügyek címmel szintén napirend előtti felszólalásra jelentkezett Novák előtt képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, miközben az ember csempészeket a börtönökből kiengedik, a hazájukat védő mezőőröket elítélik Magyarországon. 2600 fogvatartott embercsempészből jelenleg már 700 szabadon engedése van folyamatban. Ezt amnestiának illene nevezzék, de a kormány inkább azt hazudja, úgynevezett reintegrációs őrizetbe kerülnek az embercsempészek, miközben külföldre távozhatnak. Miféle őrizet volna ez? Többségük román, szerb állampolgár, akik nyilván ott fogják folytatni, ahol abba hagyták a magyar határon. Nemrég az osztrák külügyminiszter is úgy fogalmazott, hogy az elítélt embercsempészek szélnek keresztése a szervezett bűnözés érintett tagjainak kedvez. Igazat kell adjak neki. Múlt hónapban pedig Ausztria nagykövetségén hallgattam az illetékes parlamenti képviselőik, védelmi bizottságuk tagjainak jogos kritikáit is. A szlovák házelnök pedig néhány hónapja mondta, hogy régen le kellett volna zárni a magyar-szlovák határt, mert ott a migránsok úgy kóborolnak, mint az egerek. Magyarország déli határzára tehát nem működik. Persze van, amiben nem értünk egyet velük, például az Európai Unió által hazánkra erőszakolni szándékozott migránsokat Afrikába küldeni a Mi Hazánk mozgalom. A Nagy-Britannia és Ruanda közötti megállapodást tekintjük követendő példának, mert Magyarország a magyaroké. A kormány azonban sajnos az embercsempészek szabadon engedése mellett támogatja a legális bevándorlást is, tehát a különböző kontinensekről hozzánk érkező vendégmunkások letelepedését, sőt, épp ma terveznek megszavazni itt egy migráns import törvényt is. Az illegális migránsokkal szemben is csak fél megoldás van. A Torockai László által még Ásotthalom polgármestereként 2015 elején javasolt határkerítés megépült, de az áttörő migránsokat csak visszakísérgetik, hetente több ezret, hogy újra próbálkozhassanak. Eddig 650 milliárd forintot költött a magyar állam az illegális migránsok elleni déli határvédelemre, és a kormány hiúba ábrándja, hogy ezt majd egyszer az Európai Unió kifizeti. Fájó, de ki kell mondjam, az illegális migránsoktól nem a határkerítés védi meg a magyar embereket, nem is a honvédek vagy a rendőrök, hanem az alacsony bérek. Ez azonban, tisztelt kormányzat, szerintem nem maradhat így. Szerintünk nem maradhat így. Önök szerint viszont a migránsimport törvénnyel épp, hogy azt célozzák, hogy a vendégmunkások tovább csökkentsék a magyar béreknek, legalábbis a reál értékét ilyen infláció mellett. A Mi Hazánk mozgalomnak három javaslata, és így most három kérdése van. Támogatná-e a kormány a határt védő rendőrökre vagy honvédekre támadókkal szemben az elrettentő hatású tűzparancsot? Tehát nem csak önvédelmi célból, hanem a hazavédelme érdekében is fegyverhasználati jogot adnánk, hogy kellően elrettentő erővel lépjünk fel az erőszakos határsértőkkel szemben. Az első persze a figyelmeztető lövés kell legyen, de eljárt már az idő a betolakodók kikísérgetése, taxisztatása és tartonalvarral való visszakísérgetése, vagy épp a börtönben etetése felett is természetesen. Támogatna-e a kormány több millió forintos helyszíni bírságot a kerítésen átjutókra, hiszen a migránsok zsebében sokszor több ezer euró lapul, mely az embercsempészeknél kötne ki. Elkobzásukkal viszont hamar elmenne a migránsok kedve a Magyarországon való próbálkozástól. Így milliárdokat spórolhatnánk meg a határvédelem terén az elrettentő hatású szankciókkal, és eredményesebb is volna a kontinens hódítók visszaszorítása. Tehát nem szabadon engedni kell az embercsempészeket, hanem lehetőség szerint távol tartani, hogy a költségektől természetesen megkíméljük a magyar államháztartást, de első a magyar határ megvédése. Persze a liberális nemzetközi jogvédő, vagy hát szerintem sok esetben inkább bűnpártoló szervezetek egy ilyen bírság esetén majd bizonyára sipítoznak, hogy Magyarország kirabolja a migránsokat, de legalább majd messze elkerülnek minket.
És végül támogatná-e a kormány, hogy a határkerítésen áttörők mobiltelefonjait foglalják le bűnjelként, hiszen az embercsempészek felderítését is megkönnyítenénk, ráadásul az szintén elvehetné a migránsok kedvét, hogy nálunk próbálkozzanak. Tisztelt kormányzat, többször szorgalmaztam az előbbieket a kormánynál, de eddig csak elhatárolódást tapasztaltam. Támogatja-e a kormány a Mi Hazánk Mozgalom megoldási javaslatait, melyeket 100 milliárdokat spórolhatnánk meg? Kérem a megszokott mellébeszélés helyett, vagy legalább mellett, legalább az illegális migránsok elrettentő hatású helyszíni pénzbírságolására válaszoljanak most konkrétan, támogatják-e? Köszönöm. Köszönöm szépen, Novák előtt képviselő úr. Az elhangzottakra a kormány nevében Rétvári Bence államtitkár úr fog válaszolni. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Hadd hívjam föl a figyelmet az ön felszólásának első és negyedik perce közötti 180 fokos fordulatra és teljes ellentétre. Ugyanis azt mondta, hogy a negyedik perc környékén eljárt az idő az embercsempészek börtönben való etetése felett, majd utána, pontosan majd előtte 3 perce még arról beszélt, hogy miért kerül ki az országból sok száz embercsempész. Hát ön mondta, hogy eljárt az idő az embercsempészek börtönben való etetése fölött. Pontosan, tisztelt képviselő úr, abban a helyzetben vagyunk, hogy mi azon kevés Európai Uniós országok közé tartozunk, akik betartjuk az európai jogot. Ellenünk folyik a legtöbb eljárás az európai jog megsértése miatt, de mégis mi vagyunk, akik leginkább betartjuk az európai jogrendszert. Többek között azzal, hogy védjük az Európai Unió külső határát, és ott lefolytatjuk mindazokat az eljárásokat, amiket szükséges lefolytatni a külső határvédelemhez. És ennek következtében a magyar börtönök váltak, ugye, Magyarország, de lehet, hogy Európa legmultikulturálisabb közegé. Ha ön kisétál ide a Soros Egyetemnek az épületébe pár sorokkal kijebb, ugye, amelyik ugye elmenekült ugye Bécsbe, de azért itt még megtalálható a belvárosban. Tehát ott nem talál annyi féle országból állampolgárt, mint ahány féle országból embercsempészek ültek és ülnek a magyar börtönökben. 73 ország polgárai voltak embercsempészés miatt a magyar börtönökbe bezárva. Ennyi ország állampolgára tényleg van a Soros Egyetemen sincsen, de hát majd lehet, hogy a Soros trónörökös majd ebben is igyekszik még előrébb vinni az egyetemnek a tevékenységét. Komolyra fordítva a szót. Minden 9. rab körülbelül a magyar börtönökben embercsempészés miatt volt ott. A magyar börtönök kezdtek túlterítetté válni azért, mert 2-3 ezer embercsempészt kellett ott fogva tartani. És emlékszünk arra 2020 környékén, hogy ugye 19 ezer rab van körülbelül magyar börtönökben, 13 ezer eljárást indítottak egy év alatt, és 2,6 milliárd forintnyi kártérítést követeltek, sőt nem követeltek, kaptak meg Strasbourgban a magyar rabok a börtönökben azért, mert azt mondták, hogy embertelen a bánásmód, mert annyira zsúfoltan vannak benne a börtönökben. Azzal, hogy betartottuk az európai jogot, ahhoz közelítettünk, hogy majd nekünk kell fizetni az embercsempészeknek azért, mert a magyar börtönökben ott ülnek, és természetesen az Unióból sem a határvédelemre, sem a fogvatartás költségére, azért mégiscsak egy ilyen rab 5 millió forintba kerül, sem pedig új börtönépítésre forrás nem kaptunk. Tehát elvárják tőlünk, hogy lépjünk föl, de ugyanakkor ehhez a fellépéshez költséget nem adnak. Ezért döntött ugye a magyar kormány, és ezért kérem, hogy még véletlenül se azt mondja, hogy amnesztia meg szabadon engedés, mert az ő büntetésük nincs elengedve, senkinek a büntetése nincs elengedve. 72 órán belül el kell, hogy hagyják Magyarország területét, hogyha ez a büntetésükben is így szerepel, hogy Magyarország területére is ki vannak utasítva, és ha nem teszik ezt meg, vagy ha bármikor visszatérnek Magyarországra, akkor szigorított körülmények között folytatódik a büntetésüknek a leülése. Tehát ez a börtönbüntetés továbbra is ott lebeg a fejük fölött, csak hogy Novák Erődöt idézem Novák Erődnek, eljárt az idő az embercsempészek börtönben etetése fölött. Miért a magyar adófizetők állják ezt a költséget 8 éve csak és kizárólag? Nem járul hozzá az Unió, nem járul hozzá senki más, tisztelt képviselő. Ezért azt mondtuk ezeknek az embereknek, hogy hagyják el Magyarország területét. Nem sétálhatnak szabadon Magyarország utcáin, ha bármikor előfordulnak újra Magyarországon, ha még egyszer beteszik a lábukat Magyarországra, abban a pillanatban mennek vissza a börtönbe, és súlyos körülmények között kell, hogy letöltsék a büntetésüket. Úgyhogy kérem, még véletlenül se a szabad engedés vagy az amnesztia szót mondja azoknak, akiknek a büntetése továbbra is fennáll. Ami a 3 kérdését illeti, amelyekre már többször a választ megkapta tisztelt képviselő, de természetesen elismétlem önnek, bárhányszor ezt felteszi. Fegyver használat a határon. Ugye a túloldalról sajnos sokszor hallunk fegyverdörgést, ezek elsősorban ugye az alvilági leszámolásoknak vagy piacfelosztásoknak a jelei a szerb oldalon. Sokszor sortüzet is sajnos lehet hallani.
A magyar rendőrök is használhatják, és a határvadászok is használhatják a fegyverüket önvédelmi célból. Ez így volt, ez így lesz. Adtak is már le figyelmeztető lövést, akkor, amikor a saját életüket, saját testépségüket érezték veszélyben. Ez így volt, és a későbbiekben is így lesz, tisztelt képviselő úr. A pénzelkobzásnak a rendszere, erre viszont már lehet, hogy nem elég 31 másodperc, ugye egy havala rendszerben érkeznek ide az illegális migránsok. Ez azt jelenti, hogy a teljes távot kifizeti Törökország, Németország 5,5 millió forintnak megfelelő összeget letétbe helyez, a kiindulási időpontot az embercsempész bandák számára egyfajta ilyen bizalmi letétként, talán így fogalmazhatnánk a mi szóhasználatunkkal, és ahogy halad előre, ebben a havala rendszerben az embercsempész úgy kapja meg fokozatosan a kvázi sikerdíjakat egy-egy szakasz után. Ezért nincs az illegális migránsoknál sok pénz, mert a család ezen a havara rendszeren keresztül fizeti az embercsempészeket, nekik viszont igencsak nagy összeget. A mobil lefoglalásokról pedig természetesen a felderítések egy jó része abból származik, hogy az embercsempészek mobiljait lefoglalják, és így derítik fel az alvilági hálózatokat. Köszönöm szépen!